Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek! Megpróbálom majd valahogy a mozgásomat koordinálni, nem tudom hozzá az ilyen pulpitus típusú beszélgetésekhez, de majd azért valahogyan talán sikerül. Itt ugye az volt a kérdés a program leírásban, hogy van-e hídveszély Magyarországon? Van, kétségkívül van, nagyon nagy hídveszély van. Talán ezzel is fejezhetném az előadást, hiszen éveken ezelőtt már tartok azt, hogy óriási veszély van, hogy egyfajta közegészségügyi katasztrófa fenyeget minket. Tulajdonképpen amióta a tűcsere programokat áthoztuk a 8. kerületbe, a Csóka utcában azóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Lehet is látni a térképet, a legkisebb pont a budai oldalon, a Matadánk Rúvában, a Csóka utcában volt az első kétpont tűcsere program. Ez egy nagyon alacsony hatékonyságú program volt, mert nem volt a környéken intravénás sokhasználó. Ebben a korban, ez a 2006-os évek legelőző korszak volt, itt tulajdonképpen egy-két heroin használóval tudtuk felvenni a kapcsolatot, persze testvérjük az injektoraikat, de ez egy nagyon végig és kellemes célra volt azzal a 8-10 fő, aki csikörben voltunk a programba. Különben a középső pötty, amelyik a dzsungújnak a helyét jelöli az illatos úton a 9. kerületben, volt a drogprevenciós alapítványnak közösen egy megkereső programunk, három háztömbben, ahol nagyjából 800-an éltek, itt volt kb. 80-100 fő intravénás droghasználó. Ez azért érdekes, mert ez a teljes populáció, ugye ez a telepen az 10%-ot jelentette, ő kivétel nélkül mindannyian intravénás amfetamin használók voltak, tehát szkidet szúrtak. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas élettér volt. Jó pár évvel sikerült azt elérni, hogy itt azért a vírusnak az útját, amit keresünk állandóan, sikerült elvágni. Azt vettük észre ugyanakkor, hogy ezen a területen annyi injektort osztottunk ki, mint amennyit a drogprevenciós alapítvány által működtetett fővárosi, belvárosi tűcsere program, ami azért sok kérdés vetett azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek az injektorok. Végeztünk még egy telepkutatást, és arra a megbízésre jutottunk, hogy valószínűleg a 8. kerületben lehet valahol egy nagyobb intravénás droghasználói csoport. A programon koordinátora a Gyíkés Roland, akkor áttelepítette a programot a 8. kerületi Kálvária térre, éppen betakarja ez a nagy kékpölyt, és ott nyitotta újra a tűcsere programot, amelynek nyitása követően tulajdonképpen a napjainkig dőlnek befelé az intravénás droghasználó, nagyjából 3000 kliensről beszélünk. A 3000 kliens jelentős része cigány származású, ennek azért van jelentősége, mert hogy ezek a kliensek ott élnek ebben a pár kerület részben, tulajdonképpen kerület szempontjából erről a négyzetről beszélünk. Itt, hogyha megnézzük, akkor lehet látni, hogy Kávária tér, Diószeki Sándor utca, Mertyás tér, Magdolna utca, Lújza utca, nagyjából erről a részről beszélünk. Itt alakult ki egy olyan droghasználati szintén, amik nem nélkülözi a nyílt, hát a nyílt cseket, a nyílt droghasználói tér. A kijelenségünk jelentős része, mindegy 75%-a hepatitis C fertőzött. Akkor, amikor a programot megnyitottuk és szembesültünk ezzel a problémával, és mindezt nyilvánossá tettük, számtalan levelet írtunk önkormányzatoknak, és az magának az önkormányzatnak, rendeztünk a fórumot, aminek a vége az lett, hogy a két pont biztos idehozta a kábítószereseket a kerületre. Matematikai modellek bizonyítják, hogy kb. 10 évvel az érkezésünk előtt alakult ki ez az intravénás droghasználói tér, amelyben az a küldetése ennek a programnak, hogy két vírus útját állja. A hepatitis C vírusnak az útját annyira gátolnál nem tudjuk, ez a fertőzöttségi szint ez nem tud magasabb lenni. Ettől magasabbat így nem mértek igazából sem a világon. Ez a fertőzési gócpont, ez Budapest belvárosában található, nem valóban külterületben, nem vidéken, az a 8. kerületben, Józsefvárosban. Ennek a térnek a sajátosságai elsősorban az elképesztő magas kriminalitás, alacsony iskolázottság, tulajdonképpen minden kliensünk valamilyen módon közvetlenül bántalmazó vagy bántalmazott, óriási a börtönbe belépők és a kilépők aránya. Tulajdonképpen egy olyan nyomorról beszélünk, amelyikben az anyagozásnak semmilyen öröm nincsen. Ez nem egy örömmel anyagozás, nem azért történik, annyira jó anyagozni, hanem azért, mert nincs más csinálni nagyjából. Ahhoz, hogy ezt a problémát megértsük, el kell távolodni minden morális megközelítéstől. Itt a vírus vak, nem látja azt, hogy ki lesz, aki meg fog fertőzni. Ebben a térben, amikor elkezdtük az általam csökkentést és a tűket cserélni, akkor kétféle kábítószert használtak, heroint és amfetamin. Mind a kettőre vannak terápiás technikáink, vannak általam csökkentő módszereink. Nagyjából tudtuk ezt a kérdést menedzselni. Sajnos ez megváltozott,
és a nagyon sok mindenek köszönhetően beléptünk az új pszichoaktív szerek korszakába, a designer drog korszakba, amikor is mind a heroin, ami szinte eltűnt, mind az amfetamin háttérbe szorult, és első körben egy mefedron nevű szert kezdtek használni a klienseink. Jól lehet látni az intenzitását, hogy mondjuk 0,2 grammos egységben szúrták először, távol elteltével 4-6 grammot szúrtak egy nap. Mi azt jelenti, hogy kb. 30-40 percenként történt egy szúrás. Egy nap, ma a Twitch-en a programban közel 120 kliens fordul meg, aki jelentős része ebben a ezen a területen él. A metadron korszakot az zárta le, hogy a kormányzat betiltotta ezt a szert, és kábítószer listára tette. Valószínűleg volt egy elképzelés, hogy hát hatna meg ez a dolog megoldódik, nem oldódott meg. Egy másik szer jött, amihez fél év kellett, hogy megtudjuk, hogy mi az, mert nem lehet bevizsgálni Magyarországon semmilyen kábítószer, úgyhogy megfogja és beviszel, hogy megtudjuk, hogy mit tolnak. Fél éven keresztül szúrtak a klienseink 20-30-szoros mennyiségű anyagot, mint amit elvédelnek, mert megszokták, hogy a mefedronból el tudnak szúrni egy nap 3-4-5 grammot, de az MDPG nevű szerből, ami fél évig csak MB3-nak, még fájformátum, vagy MB4-nek neveztek, abból a gyufafejnek a fele mennyiség. Ha tudtuk volna, hogy MDPG-t szúrnak, tudtuk volna csökkentve a probléma súlyát, nem tudtuk, hogy az. Majd később az MDPV is betiltásra került, ekkor jött a kristály. Már nincsen neve, nincsen származása, egyszerűen csak kristály. 1000 forint nagyjából egy gram belőle, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi ez. Valószínűleg tett a kristály, de nem mondhatjuk, hogy az, mert nem tudjuk, hogy ez micsoda. Semmilyen lehetőségünk nincsen arra, hogy megvizsgáltassuk, ami azt mondom nonsense. Alapvetően az, hogy mi az, ami felé haladunk, nagyon jól mutatja a klienszám emelkedése. Ezelőtt 3 héttel még 70-80 ember jelent meg egy nap, most elindít naponta 120 fő. 120 fő a Magdolod és a Rúzomuzas Arkán a belváros közepén. A prostitúció, a kilátástalanság, a négy nyomor az, amivel itt találkozunk, itt generációk anyagoznak egymás mellett. Nem úgy, mint a belvárosi programban, hogy vannak anyok sok, akik összeállnak, itt anyuka, apuka, testvér, közösségek használnak együtt, ez tölti ki a teljes életet, saját belső piaccal, saját belső működéssel. Ez tulajdonképpen egy olyan zárt téma, amelyikre Magyarországon nem volt még példa. Amire szükség van? Nagy szükség van egy gyors reagálásra. Minél hamarabb ez a problémával foglalkozni kell, nem a szavak szintjén. Azt, hogy belemondjuk a levegőbe, hogy mindenki álljon talpra, ez nagyon fontos, akkor nem fognak talpra állni. Attól, hogy hozzáteszünk, hogy most már tényleg mindenki kezdjen el dolgozni, és hagyják abba az anyagozást, ez nem elegendő, mert ettől nem fognak elmenni dolgozni. Olyan együttműködésekre van szükség, ahol az önkormányzat, a civil szektor, az egészségügy, a polgármesteri hivatal, az oktatás, mindenki elkezd ezzel foglalkozni. Amennyiben mindenki egy óriási összefoglalás következtében hozzákezdene forrásokat behozva, és tényleg szakmai munkát végezve, akkor is több évtized lenne ennek a felszámolása. Jelenleg ez ott tart, hogy a két pont cserél tűke. Úgyhogy többen forrás megvonások vannak, tűkorlátot kell bevezetnünk, Sámosi Péter kollégám nagyon jó vázolt az, hogy mi történik egyébként, hogyha tűkorlátot vezetünk be, és azt mondjuk, hogy hát most nincsen igazából pénzünk tűre. Oké, csak hogyha valaki akadt egy szívfertőzött lesz, előbb-utóbb fel fog bukni az egészségügyben, vagy esetleg meghaladik, mondjuk, hogy nagyon szerencsénk van. Nagyon fontos lenne, idén már nem csinált az OEG tesztelést, ami azt jelenti, hogy nincsen kampányszerű szűrés, nem tudjuk, hogy mekkora a fertőzöttség. Mindent kellene venni, meg kéne nézni, hogy hol tart jelenleg, hol tart a HIV vírus, a HIV vírus. Nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy mit használnak a klienseink, meg kell vizsgálni ezeket a szereket. Nagyon fontos bevonni a klienseinket. A képpont alapítvány alapvetően, amit ezt hozzá tud tenni, azt a képen látható Sapna, Lújzó utca és a Magdala sarkán meg is teszik. Csák Robert kollégám kezében egy kulcs van, ami arra mondta, hogy van nálunk megoldás, tudunk szakmai megoldásokat, de egyedül ez a program nem képes megfékezni a vírusnak az útját. Ebben a kerületben, hogyha fölbukkal egy-két HIV fertőzött, mondjuk szexmunkás, prostituált, akkor ez kb. Egy-két hónap leforgása alatt közegészségügyi katasztrófát fog okozni. Ha este valaki a sajtó tud, akkor fotózol ezt itt mögöttem, mert ez várható abban az esetben, hogyha ezzel a problémával tovább is azon a szinten foglalkozunk, hogy 6-7 millió forintokat csorgatunk bele ebbe a térbe. Ez nem pénzkérdése, vagy nem csak pénzkérdése. Attól, hogy 7 millió forintokat, 6 millió forintokat adunk a tűcserének látványosan, ettől ez a kérdés nem fog megoldódni.
Ezt elmondtuk ezelőtt 2 évvel is, és elmondjuk most is, és szeretnénk, hogy lenne ennek egy nyoma, hogy ezt elmondtuk, és az a nyilvánosságban volt, és a nyilvánosság tudtával történt mindaz, ami jelenleg ma Józsefvárosban kialakulóban van. Szóval van-e hírveszély Magyarországon? Igen, van hírveszély Magyarországon. Köszönöm szépen!